nagyon jó meglátás, Farkas. Németh Krisztián, Gosztonyi keresi a labdát, amit aztán Vranyes talál meg. Nabogarászuk ki onnan valahogy. Németh kapja vissza a labdát, Németh Krisztián, gól! Vezet a magyar válogatott a 79. percben. Egy kis szerencse is kellett hozzá, és hát tegyük gyorsan hozzá azt is, hogy a második félidőben többet birtokolta a labdát a bosnyák válogatott. Alig-alig tudtunk átlépni a másik oldalra. Itt van, a bosnyákok nem tudják kiemelni a labdát. Németh Krisztián átdobja a kapuson, nagyon ügyesen, nagyon okosan. Itt van Vranyes. Hát ezért nem fogják megdicsérni, de hát ez legyen az ő problémája. És nagyon tudatos Németh Krisztián mozdulata, ahogy átdobja a kapuson, hogy aztán be is tudja érni, be is éri, és közelről, néhány méterről bepasszírozza a magyar válogatott vezető gólját. Németh. Farkas. Beindul Szatmári, mutatja, hogy hová kéri. Gosztonyi kapja a túloldalon, ez sem rossz megoldás. Gosztonyi belép el a 16-oson, belőle ott a ballába, gól! Gosztonyi! Azt hiszem eldőlt, 2-0. Hát mikor kell jól futballozni, ha nem az utolsó 10 percben? 2-0-ra vezet a magyar válogatott. Gosztonyi az első gólját szerzi ebben a selejtező sorozatban. Várható volt, hogy a bosnyákok kitámadnak, és hát sikerült lekontrázni őket. Itt van még egyszer Gosztonyi, gyors, váratlan húzás, ügyes megmozdulás. Itt maga elépőt szinti a labdát, bevárja a két védőt, hirtelen ritmust vált, és talán ebben egy picit Sehics is benne volt. Teljesen mindegy, az akció góllal végződött, és 2-0-ra vezet a magyar válogatott, és azt gondolom, ezt a mérkőzést megnyertük.